I welcome you, Parabola. How are you? Na ez végre ad egy normális, kell 11 darab hal. Ez mondjuk egyébként mák, mert nézzük csak. Ez ennek hova kell menni? Bazzeg ezt a térképet. Ugyanoda. Mindegy, körbe megyek először. Nem sokára meg lesz az achievement szerintem a 100 darab complete questre. Majd a lopós questet azt hiszem meccsi, vagy achievementet megcsinálják új mentek. Ellopok mindent, mert 50-szer rajta kell kapniuk. Ugye olyankor romlik a hírnevem. Aztán akkor megvan az achievement, meg újra töltöm a mentést, az is meg lesz. Meg majd úgy is kell lopnom, hogy ne kapjanak rajta, azt el kell adnom a lopott holmit. Kelleni fog majd madarat is vadásszak. Baszik, nem hiszem el komolyan. Na, ó, az jó. Húz a zab meg rózs. Ajaj. Sietnem kell, mert kicséplik, bassz. Ja, de nem, az pont az... Pont az a lényege, az jó, olyanom van. Szia North King, hello hello. Gyors, magamhoz veszek mindent, aztán lezongorázzuk ezt az egészet. Na, végre most három olyan quest is van, ami ad. Ez most komoly? Édes tinórú. Őzláv gomba, széles levelű, Orbánc fű. Az fasza. Ezt összeszedettem, nehogy már. Azt mondja, a széles levelűből mennyi kellett neki? 4 darab. Orbánc fűből is kellett neki. Ugye ezeket beállítgatom. Ikóriát visszavesszük.
Mi volt, ami még kellett neki? Ez megvan. Édes Tinórú. Ez mi a szar? Özlábgomba 6 darab, az biztos. Nem vágom, mi az, amit kér. Olyat nem is lehet szedetni. Özláv felett 2-vel volt. Ja, itt van köz, tényleg. Ebből mennyit kértek? Ebből kért 7-et? Ugye? 7, 6, 4, 4, oké, fasza. Nagyon fasza. Nagyon-nagyon fasza. Jó, azt szedje össze, aztán majd elhozzuk. Na, mehetünk visszafele. Ornikába nem megyünk, hanem először elmegyünk a faluba. Azt mondja, hogy kelleni fog ez is. Sólyom, aha. Fehér farkú rét is a sólyom kacsa galamb varjú. Hát tököm ki van ezekkel, questekkel. Ott, állj, ott van egy. Oké, megvan egy. Itt volt valahol varjú az előbb, ha jól láttam. Ott a varjú. Megvan a varjú. Oké, kell sólyom kacsa, az lent lesz a tavon. Pontosabban tó mellett valahol. Van farkas, kell az is. Dárda. Oké. Okay. A farkasból kell, azt hiszem, 5 vagy mennyi? 4. 4 vagy 5. Az egyik küldetésbe. Na gyere, gyere, gyere. A rohadt életbe már. De bátrak vagyunk. Oké. Ott a kacsa. Megvan az is.
Nagyon jó. Azért kaptak a vasnyi a veszőim, de hát majd csinálok újat. Egy galamb, egy sólyom kell még. Oké, a sólyom az annak hol a lelelőhelye? Lelelőhely. Ez lesz, ez volt az, amelyik elszállt szerintem itt. Oké, az azt jelenti, hogy itt még lesz valahol. Tuti. A ködbe alig lehet meglátni. Nem látom miatt, de ott van valami szárnyas. Az lesz az ott szerintem a... Jó volt, bazd meg. Gyerekek! Hát ez varjú. Vagy nem tudom mi az. Az varjú. Ezek varjak. Feljelölhették volna más színnel is ezeket amúgy. Hát ez full szívás ez a része. Full szívás ez a része. Nem lenne baj, hogyha nem esne az eső folyamatosan, mióta bejöttem a játékba. Mert mióta elkezdtük a játékot, azóta el se áll. Na végre. Basz meg! A moderes questet itt találta. Na mindegy, azt mondja, hogy kell nekem még majd egy galamb is. Galambot az hol találok. Ez annak tűnik. Ja nem, várjál.
Itt van fente. Jó, először elmegyek arra. Alig lehet látni ebben hülye ködbe. Oké, megvan a galamb. És akkor most már csak ezé kell nekünk ez a hülye sólyom, az meg ez lesz úgyis. Szerintem. Bandita. Ez mi volt, gyerekek? Berespawnolt, ezt leütött? Vagy ez hello? Vagy ezt nem láttam egyébként még a térképen sem mozgását. Az érdekes volt. Nulla hanghatás. Ezen a bejátékban teljesen felesleges volt ilyeneket belerakni, bandita, annyira hülyeség. Minek? Baszki van már. Ezt nem hiszem el, gyerek. Oké, megvan. Jó. Mentés, és akkor most vissza ide. Banditák. Pillanat, mindjárt jövök.
Na, itt vagyok. Szia csartak, hello, Viktátor, sziasztok, sziasztok, jó reggelt. Na, próbáljuk meg levadászni ezt a madarat. Átha. És utána menni kell tovább, mert... Na, itt szokott lenni egy, csak ugye... Ha fűbe lapul, akkor nem lehet látni. Legjobb időbe. Ez a küldetés amúgy nagyon nagy szopatás. Hihetetlen. Nem, sajnos. Le kell tudni, mert azt utána mennék a dolgomra, ugye? Ott van a... Elvileg ezek azok, de nem vagyok benne biztos. De, megvan. Ezt látta volna meg az Állatvédő Egyesület, hallod? Hatvan tollat le kell szállítani, jó van, hát ez majd megoldjuk. Az a lényeg, hogy megvan. Tollat azt meg majd szedek ki a izéből. Mehetünk. Ú, gyerekek, jó van, fasza, zsír. Mentek is egyet, mert tipikusan egy olyan küldetés, hogy elvitte az egész napot. Viszont ebbe az évszakban három technológiai küldetésünk van, ami nem annyira rossz amúgy. Ez az. Lehet, hogy meg fogok építeni még egy vasbányát. Zsoltika, szia, szia! Köszi szépen! Elkezdtem Witcher 3 Next Gen, nagyon komoly lett a játék. Ez a PL, ez nem 15-én jelenik meg? Amúgy. Megjelent már? Na, azt hittem 15-e. Ó, akkor ma hajnalban, nem? Aztán milyen lett? Hogy bírja a gép? Azt mondja, kell hal. Várjatok, nézzük át, hogy mi kell kinek, és kell bőrlen, kell medve, farkas, vaddisznót kell vadászni, azt mondja, kell vadászni farkast, ezt külön vagy egybe, ez pénzes, kell 11 darab hal. Oké, ez itt fasza, ebből leveszek magamnak egy keveset.
azt mondja, hogy közben nézzük, hogy mit hova raknak. Elvileg a növényeket, aha, őzlábgomba. Azt mondta, hogy most ezt megzabálták. Ja, nem csak későn állítottam be, oké. Okay. Szóval a gomba szedés, ez majd később lesz leadva, ami viszont kell húza. Hát mondjuk PS5 az más, mert azt optimalizálják. Húza 35, zap 30, rozs 24. Azt mondja búza. Búza 35. Mák. Épa. Majd lesz ilyen, amit úgy kell vegyek. Sőt, biztos is, nem baj. Majd veszünk. Hogy a fenébe, hogy nincs, mert rózs, ki van csépelve minden, az szép. Nem baj, majd veszünk, azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy... Ja, várjál, búza, szem kell. Ezt benéztem, pillanat. Akkor semmi. Azt mondja, búza, szem. 35 darab, úgy. Kell, azt mondja, rozs, ebből kellett azt hiszem 30, ugye? És lembő meg 25, vagy zabból meg 25, vagy fordítva, nem tudom. Ja, fordítva, természetesen, zab. Kell még zabó, még 5. Oké, most vagyunk meg. Na, ez a küldetés, akkor ez leadható. Ez még szedős. Azt mondja, hogy ez leadható. Ez jó. És akkor ez meg vadászós, meg akkor még kell 3 bőr, meg 7 len. De jó, amikor saját termelésem van mindenre. Ugye, ugye? És akkor a len az viszont egybe kell neki. De jó, hogy az is volt. Oké, okay, fasza. És akkor ide kell még nekem 16 darab toll is. 16 darab toll. Megvan. Jó, oké, megvan minden, ami kellett, fasza. Most már jók vagyunk. Ugye állunk. A vasércet ezt be kell gyorsan pörgessük. Majd egyébként lesen be kell állítanom a, nem is tudom, a blacksmith izére. Hogy öntsék maguknak a vasat. Ja, igazából el is kezdhetem körbe kivinni, ugye a cuccokat? Mondhatjuk, ja. Emeltek, ez is főküldetés, ugye? A találmányok annyira nevezetű. Majd egyébként elkezdem én is valamikor a Witcher, csak nem tudom én mikor már kéne kifuttatni játékot, mert így most addig nem akarok pluszba belekezdeni már semmibe. De mindenképpen fogom tolni. Így a decemberbe.
De most szerintem feltelepítem én is ma PC-re, aztán ránézek, hogy milyen. Hol a nő? Ja, itt támaszkodik, látom, megvan. Oké, azt mondja, pompás, adj egy kis időt, hogy normálisan át tudjam ezeket nézni, aztán kitalálom, milyen nyilak lennének a legjobbak. Holnap találkozunk, na. Hú, de jó, hogy ezt leadtam, baszki, holnapig kell várni. Hú, de jó. Jöhet a következő. Ez hol van? Térképen ott alul, oké. Aztán ez még várat magára. Ez megint ott lesz lent, azt itt van ez a halas. Elvileg a halas az itt van. Péc, hát mindenhova megkapta a Next Gen-t. Persze. A Next Gen az nem csak konzolra jött ki, az mindenre. A Next Gen-nek a jelentésével nem vagytok tisztában, srácok. Ez nem azt jelenti, hogy csak konzolra jelenik meg. Persze, hogy ingyenes. Akinek megvolt az eredeti játék, az megkapta, hogyne. Ezt hozzáteszem, hogy a moddereknek a munkájából bazd meg szedték össze azt a kúrva, mi volt ez. Ugyan rám húzott egyet a bivaj, azt a rohadt életben. Részben ezek ugye válogatott modok, csak annyi, hogy a készítők kiválogatták, amit a modderek csináltak, azt belegyúrták patchbe. Meg gondolom optimalizálták ezt, ennyi. Oké, még ezt leadjuk, ezt hova kell leadni, ezt meg a szomszéd faluba kell leadni. Nice. Amit PC-n megkapott. Aha, azt nem vágom. Hát PC-n általában ugye az ilyen élsimítások, meg extra beállítások miatt nyilván részletesebben be lehet állítani az összes játékot. Akinek nagyon jó a szeme, meg akinek mondjuk világ életében csúcs videokártyái voltak, és leültetik egy PS5 vagy egy Xbox elé, az úgyis fogja látni a különbséget. Én is látom a különbséget. Tök jó a PS5, szeretem, meg nagyon szép, de lehet látni a különbséget. Egy PC, egy ugyanabban a játékban. Csak például amikor benne vagy nagyon a játékba, éled a játékot, akkor igazából teljesen lényegtelen a túl részletes grafika, szóval egyébként ennyiből jobb a konzol, hogy nincs csúszka, amit ott buterálni tudjál a grafikai beállításba, mert amint ugye PC-n leülsz, próbáld a maxra húzni a dolgokat, mert én például ismerem magam. A konzolok ennyiből jobbak, hogy ott nem buzerkálod a csúszkát, mert nincs, hogy akkor mit hova húzzál be grafikailag.
pont ezért csak leülsz, játszol, aztán teljesen mindegy, hogy hogy néz ki, mert úgy néz ki, ahogy kinéz, mert nem tudsz rajta állítani. Figyeld már, fejlődött a technológia. Valamiben új szintet értünk el, szerintem, srácok. Mindjárt megvan az éléskamra. Megvan a szabóház. Alakul. Annam nem sokára vége ennek a gémnek. Idő mennyi? Visszamegyek, azt alszok egyet. Ez a gombás, na hát ez most ráér még. Visszamegyünk gyorsan a falunkba, aztán tolok egy szunyát. Pörgetni kell. Sőt, várjatok, izét kéne vadászunk farkasokat hama. Most jött eszembe. Hol van farkas? Ez a farkas. Ez ugye? Oké, egy F5-öt, nehogy meghalljak. Erre, ezek nem farkasok, baszod. Farkas? Nem. Lószart nem látok. Azt mondja, hogy... Húka, hol a farkas? Ezek a farkasok, ezek az ugrósok, ugye? Ez nyúl. Aha, ez lesz az. Na, az már az. Ez ott már farkas. Állj meg. Oké. Van még egy. Nagyon fasza. Nézzük csak. Ezt még nem adtam le. Na mindegy, 9 farkas kell, még kell farkas is. Amennyit találok, azt utána vaddisznó is jó. Nézzük csak, kell még legalább egy darab farkas.
Na, elméletileg itt is kell, hogy legyen. Ezt hol kell leadni? Ah, ott van lent, oké. Okay. Azért jó egyébként ezekkel a technológiai pontos questekkel azért elég gyorsan lehet elérni a dolgokat. Most a következő napon már az lesz tényleg, hogy méhészet, meg felújítom a kovács műhelyet, meg a szabóházat. Azok legyenek meg. A szabó műhelyet is főleg azért, mert be tudok rakni még egy embert majd termelésre, ami nagyon jó. Tényleg jön a tél, lehet meg kell próbálni azért a csimmentet, hogy ruha nélkül végig az egészet. Aha, itt van malac, ez kell nekünk. Erre gyorsan. Erre, ott van a stög. Oké, fasza. Ott van még egy, ott van még egy. Ez a betörnek annyi a veszély, majd kell újakat csinálni. Jó, nézzük csak, elméletileg vadászás az úgy áll, hogy 5 per 9 még kell 4 vad. Minden igaz, akkor itt kell, hogy legyen farkas. Ezen a részen valahol. Ha ott is van. Sósz. Na, kész van az egyik farkasos küldi. És akkor kell még vadállat külön, azt mondja milyen. Kettő darab. Jó bármi. Vaddisznó vagy farkas. Azt mondja, hogy menjünk lefele, mert elméletileg vaddisznónak kell még erre lennie, nem? Mondjuk ott van. És a bázison fele van. Szia Gonci! Köszi szépen neked is. Jövőben már szerintem ezeket a vadászós küldetéseket elkerülöm messziről. Várjatok, hadd nézzem a képességet.
Ezzel sem vagyok gyorsabbja. Itt egy láda. Nem csak ugye, megyek sorba, aztán lövöm ki őket, mert mit tudom, ilyen 2-3-asával vannak egy helyen. Azért csinálom csak egyébként ezt, hogy meglegyen az achievement. Viszont már csak a technológiai questeket kellene csinálni, csak az a baj, nagyon nehéz kideríteni a szövegkörnyezetből, hogy melyik az, szerintem. Oké, ott vannak a malacok, fasza. Elvileg kész lett a quest szerintem. És betört még egy nyilvessző fasza. Na nem baj, azt mondja, hogy 9x9, 5x9, jó, ezeket is adjuk lefele. Ott kell leadni lent, az jó, mert ott több questem is van. Aztán a régi rongyok. Az is lentre szól. Aztán a különleges vadászatos küldetés, az meg ide szól Gosztoviába. Szuper. Érdekes, hogy a királynak nem jött még ilyen, nem lehetett meg küldetést csinálni azóta. Kíváncsi vagyok, hogy mikor fog jönni, de szerintem majd télen. A ruha nélküli quest achievement, vagy achievement az hogy van? A táskát azt nem számolja bele, meg ilyenek, remélem. Azt úgy tudnám értékelni. Aha, oké. A gombás küldi... Az meg oda szól, jó. Akkor lehet, hogy a hornikába le is lovagolok gyorsan, azt leadom a többit, mert... Aha, mielőtt évszakot vált, oké. Várjál, viszont meg kell nézni gyorsan a izét. Technológiába van ez a potion-ös. Az hol is van? Ez a fűvészes, ugye? Ja, itt van, megvan, látom. Na, azt mondja, egészségfőzet. Józanságfőzet, nem. Gyógyító. Éjszakai látás, farkas szőrme, lehetőség főzete, ez mit ad? Ja, ez később pont visszaállító, jól látom. Nekem olyan kell, ami a hőmérséklet, ott is van a, meg ma látom. Ó, hát pont komló kell hozzá, zsír, hát abból van. Szia, Inukin. Na, ez nagyon fasza, hát ez sima. Mennyi ízét ad? Mennyi hőt ad le? Főzött fűvész, konyhában lévő fűvész, azt talán elkészül. Jó, ezt megcsinálom magamnak, csinálok gyors fa, üvegcsét, vödör, víz kell hozzá, lószar, sima ügy. Hát csinálok belőle egy, mit tudom én, 20-at, az kész vagyunk.
Azt mondja, kell nekem a faműves. A üvegcse 50 ér. Oké, évszakvál, megcsináljuk azt az acsit is évszakváltáskor, akkor leveszem magamról a ruhákat, aztán alsónadrágba fogom csapatni. Hússolsz. Hülye farkasok. Az ész megáll. Potion az mennyit tölt be? Ebből a hőfokszabályzásból. Négy fok talán. Vagyis mindenképpen kell akkor fákja, ugye? Oké. Hát annyi, hogy szerintem a téli időszakban nem nagyon fogok akkor questezni, mert ott kimarad. Az a rész akkor kimarad. Oké, adjuk le a vadászós questet is, az meg ez. Azt itt van ez is, az meg itt lesz. Elvileg van hiapotim. Jó, és akkor vissza kell mennünk ezzel a cuccal oda. Pont jó, mert oda kell menni a másik küldivel is. Oké, mehetünk. Elkezdtem kőkeményen deszkákat gyártatni, mert ugye nagyon sok volt a téli tüzelőm, azt el kell fogyasztani, nagyon sok sútnyom. Aztán majd elkezdem. Tudod, hogy mit fogunk csinálni télen, desert? Nem megyek el körbe questelni, hanem ott maradunk, fákjával járkálok a faluba. Elkezdem a belső dekorját megépíteni a házaknak szerintem. Aztán cső. Hát persze, mert azzal hamar eltelik. Házban meg nem fázik, ja. Mert akkor meg lesz ez a csiment, aztán utána meg úgyis most már majd izéből varrok magamnak. Ja, ugye 10-es lett a disznóba a csók, azt beraktam a bárányolba, birkák közé, a bárányost azt meg átraktam a disznóba, hadd fejlődjön. Aztán a, így is néztem, hallod, nagyon durva, hogy 10-es skill-el a csávó, az 20 darab gyapjút termel be összesen. Nyilván egyébként gondolom számít az is, hogy hány birka van, nem? Gaben, egészségedre. Mondjuk még ezért el kéne menni csinálni. Kibányászni a vasat a bányából majd, mert például a erősített ajtókhoz, a díszes ajtókhoz, ahhoz kell a vas. Egyszer. Ja, azt tudom én is. Gondolom én sokkal többet termelek be, nem?
Mindjárt megnézem azt a birkanyírást, hogy is működik pontosan. Mert a birkákat se fogom már megtartogatni azért, hanem adogatom el őket sorba, mikor olyan lesz. Azt termeli a pénzt. Na és akkor elméletileg még az megvan. Ezt még gyors leadom. Szerintem elfogyott a vas. Gyaníthatóan. Nincs mit termelniük. Hát ez van. Kell hogy nyissak még egy bányát, de elvileg lesz is rá helyem, szóval. Nagyjából úgy jön ki, mert számolgattam már fejbe. Ott is teljes munkaerőbe kell dolgoztatni. Azt mondja, tehát melyik toll lesz nyertes az általam hozottak közül, itt vagy befejeztem a kutatásomat, egyet se tessék. Több tucat kísérlet után úgy tűnik, hogy a jó öreg libatól egyértelműen a legjobb választás. Ez nem azt jelenti, hogy az egész munkánk semmiért volt. Egyáltalán nem. Megtaláltuk a választ, amit kerestünk, ünnepelni kell. A feleségemben igaza volt, a szenvedélynek valóban nincs párja. Szeretném, ha valaki a te energiáddal lenne körülöttem. Pontolóra fennéd, hogy csatlakozol a településhez. Ú, bazd meg! Megfontolt és elfogadott, annyira izgatott vagyok, bárcsak tudnék valamit felajánlani cserébe. Ó, tessék fordulni, nyilvesszél prototípusaimat. Kicsit kiszámíthatatlanok, de ez az egyetlen módja annak, hogy megköszönjem neked. Oké. Okay. Véletlenszerűség kisz... Ettől 100-ig sebez? Ja, hogy ez... Aha. Speciális tárgy. Mikor a kutatásának maradványai. Az fasza. Na, ami nekünk kell, srácok, meg kell nézzem a menedzsmentbe, de szerintem nincs házam. Igen, ettől tartottam én is. Jaj, de jó. Na nézzük meg, hogy hányos a csaj. 6-os termelése van. Megyek házat építeni. Hát ez jó biznisz, gyerekek. Ne vicceljünk már. Hatos termelése. Isten király, ne viccelj. Berakom a szabó üzébe. A kettes szabóba. Aztán meg is van oldva a probléma. Azt mehet a rokkaszövés egész nap. Na, ott a kicsiny falum. Iszunk egyet közben, úgy van. Építek egy házat, azt akkor lesz tartalék egy hely még benne. Viszont csak egy házat építek, semmi többet most. Egy darab házat. Úgy, szállj már! Állj már le! Mérek rá. Egy darab hát rendel. Nyarébb kisfiam. Nem ér rá, bácsi dolgozik. Úgy is van. 10 darab kő. Itt van mellettem, úgyhogy nem megyek el érte, mert feleslegesnek tartom. Most, ember, követ szedne a füvet. Úgy is van.
Jó, 8 rönk, azért már elmegyünk. Mi van közelebb? Pont az a távolság, hogy mindegy. Oké, azt mondja, hogy kell nekünk rönk. Vissza egy többet is, mert úgyis több kell. És van, vigyünk 30-at. Jó, uha, várjatok, ez baj, ezt kirakom. Lesz itt olyan, ami nekünk nem kell. Rossz szem az nem kell, a gyapjú célra nem kell. Csukja nem kell. A némi hús. Vasrúd. Azért nem raktam le a vasrúdat, az nagyon fasza. Szia Marcel, halihó, üdvözöllek. Azt mondja, hú, látom, 65 épület helyed van, én is úgy tudtam, hogy a max, de láttam valakinek 130 volt nyitva, és télen 98 építve. Azt szerinted hogyan? Úgy, hogy módosította a... És csak... Játék testre szabása. Épületkorlátozás. Ezzel. Az épületek határértékének szorzója a játék során növelése jelentősen megváltoztatja a teljesítményt a játék késői szakaszában. Nagyon ajánlatos az alapértelmezett értéken hagyni. Lényegében mondhatjuk, hogy nem azt mondom, hogy csalásver beállítható, de az egy könnyítés. Igazából aki hard fokozaton játsza, az annak a 100% nem pedig, érted? Ezzel, ezt ha felhúzod, akkor tudsz többet építeni, viszont az úgy, abban nincs kihívás, mert nagyon nem kell agyalni a számokon. Mert hogyha mondjuk tudok csinálni 5 favágót, meg 18 szakácsot, akkor nagyon nincs mind agyalni, és ennek semmi értelme. Úgyhogy én nem javaslom bekapcsolni. Mert elveszi az a baj, tudod, ennek a játéknak az az egyik szépsége, hogy kell számolni. Van a management. És hogyha ezt így módosítja valaki, elveszi ezt az értéket a játékból, szerintem. A 65 az bőven elég. Mondom ezt úgy, hogy még nem játszottam végig, de látványosan érződik, hogy elég. Úgyhogy ja. Persze, aki sandboxozni akar, annak nyilván mása. Véleménye erről, mert olyan is van. Mondjuk én nem vagyok sandbox mániás. Oké, fasza. Hozunk gyorsan követ. Tíz épület van. Ja, de te már végigjátszottad ezt egyszer, nem? Most itt eszembe azért le lehet szedni, azt gyorsan le kell szüreteljük. A komlót egyébként szedik Desert Pauktól a fajta munkások, vagy nem? Mányta farmerek? Jó kérdés.
Ezt sosem néztem, hogy leszedik-e. Farmer szedi, oké. Okay. Mert eddig én kétszer szedtem talán le össz-vissz az egészet. Szerintem pont egyébként velük is van gond, ha jól látom. Nem. Műhely, mi nincs? Nincs agyagváza. Hogy nincs agyag? Mi az, hogy nincs agyagváza? Hát csináljátok, bazeg. Mi nincs agyagváza? Ja. Oké. Okay. Hát persze, bazeg. Beraktam ugye termelni a virágos cuccot, hogy mindegyikből csinálják 6,82-t, de hát közben váza is, nyers váza is ennyit készül. Kicsit elbasztam a számok beállítását, már látom. Jó, nem baj. Csináljuk azt, hogy úgyis kell nekem faüveg. Most vettem észre, hát mi ez? Úgy, és akkor a faüvegcséből csináljunk. Ez is sok. Csináljunk fáklyát is. Ezt sem tudom, mit csináljak, basz. Jajjaj. Legalább nem nekem kell, felkészülök a térre. Na jó van, hát itt könnyű lesz szétosztani majd a munkát egyébként. Arra jöttem rá. Oké, okay, kell még egy tetőhama, aztán utána beköltözhet a csaj. Deszka. 48 darab. Se több, se kevesebb. De is ért a lány. Marha gyorsan szaladt, mi van ezzel? Soha nem értek ide ilyen gyorsan, még falusiak. Most szerintem én sem építettem még ilyen gyorsan házat. Össze fog törni a kalapácsom, nem fogom tudni befejezni a tetőt. Rohadjak meg, így lesz. Ezt nem hiszem el, bazd meg. Nehogy be tudjam azt szállnolni, még mínusz 10%. A francba már. Na, várjatok. Kell egy vaskalapács. Van pár darab. Jól állunk a termelésbe, úgy látom egyébként, no para. Jó, viszont akkor elviszem a szigetelőanyagot, hogyha már így áll a helyzet. Mészkő. 66. Ha már így áll a helyzet, akkor visszük ezt is. Így van? Így van.